Kedves vendégeink, kérem engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Dr. Hunyadi Réka vagyok, osztályunk szülésznőgyógyász rezidense. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. A Családbarát Szülészet létrehozása a Kátai Gábor Kórházban című pályázat keretében kialakított és felszerelt Családbarát Alternatív Szülőszoba átadási ünnepségén. Átadó ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Jó napot kívánok! F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Dr. Suba László urat, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont Észak-Alföldi Térségi Igazgatóság térségi igazgatóját. Sári Kovács Szilvia asszonyt, Karcagváros alpolgármesterét. Térségünk és térségünkön kívüli polgármestereket. Karcagváros képviselőtestületének tagjait. Dr. Fazekas Gábor Gyula urat, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét. Nagyné László Erzsébet asszonyt, a Kátai Gábor Kórház főigazgatóját. Bődi Szilvia, ápolási igazgató asszonyt. Dr. Svéde Szabolcs István urat, intézményünk orvosigazgatóját. Dr. Farkas Béla főorvos urat, a Szülészeti Nőgyógyászati Osztály vezetőjét. Köszöntöm továbbá minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat. Felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles napon, amikor egy közel 55 millió forintos beruházás kerül átadásra, egy olyan fejlesztés, amely bizonyítja azt, hogy a kormány elkötelezett az egészségügyi fejlesztések mellett, a lakosságnak szüksége van ezekre a beruházásokra, szükség van arra, hogy minél magasabb szintű legyen az egészségügyi ellátás, és ami nagyon fontos, az intézmény, az egészségügy szervezetrendszere és a Kátai Gábor Kórház fogadókész. Meg tudja valósítani azokat a projekteket, amelyekre eredményesen pályázott, és amelyeknek a célja az, hogy itt a Nagykunságban, a Közép-Tisza vidéken is javuljon az egészségügyi ellátás. Jó néhány projekt átadó volt már, jó néhány fejlesztés készült el az elmúlt években itt a Karcai Kórházban, mind-mind abban az irányban mutat, hogy 21. századi színvonalon tudjuk ellátni azokat a betegeket, akik rászorulnak a gyógyításra, a kedves szóra, arra, hogy olyan ápolásban részesüljenek, amely visszaadja az egészségüket. Én kívánok mindenkinek jó egészséget, sok sikert a további munkához, és kívánom azt, hogy még sok ilyen és hasonló beruházás, fejlesztés átadásán legyünk majd együtt. Köszönöm szépen! Felkérem F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Csodálatos ez a mai nap. Mondhatnám, hogy én is része vagyok ennek a beruházásnak. Az első emlékem az igazából több mint 50 évvel ezelőtti, ami már nem is emlék, hiszen én is ebbe a kórházba születtem. Arról az időszakról sokat nem tudok mondani, hiszen annyi idősen, az, amikor az emberrel ilyen nagy dolog történik, nem is emlékszik semmire. De arra már emlékeztem, amikor a három fiam ezen a szülészeten született, és természetesen apás szülés volt, és én is itt lábatlankodtam, és köszönöm az akkori ügyeletben lévők és Farkas Béla doktor úrnak a jó indulatát, hogy megtűrték az én lábatlankodásomat itt a szülészeten, ahol nagyon komoly dolgok történnek. És mindig nagyon jó dolog az, hogyha egy egészségügyi intézmény, egy egészségügyi osztály, egy olyan hely, ahol az élet kezdődik, kicsit szépül, kicsit újul, kicsit jobb és szebb lesz. De mindannyian tudjuk azt, hogy lehetnek szépek a falak, lehet szép a világítás, kitűnő műszerek, kitűnő felszerelés, ha egy valami hiányzik. Hiányoznak a kitűnő szakmailag képzett szülésznők, a kitűnő szakmailag jól képzett orvosok, akkor az egész nem ér semmit. Ennek a kórháznak és ennek a szülészetnek az az óriási előnye, és az ad igazából erőt és nagy lehetőséget,
hogy kitűnő szakemberek dolgoznak. Amikor az ember már bejön ebbe az intézménybe, akár terhes gondozásra, akár szülészetre és a szülésre előkészítő beszélgetésekre, amikor a kismamák bejönnek ide és megmutatják, hogy milyen lesz a szülőszoba, szerveznek bejárásokat, beszélgetnek szülésznőkkel, orvosokkal, gyermekorvosokkal, és mindenkiben van egy félelem. De amikor a megnyugtató magyarázatok és a megnyugtató mosolyok után már mindenki úgy jön ide, hogy ahogy kell. Az életnek egy csodálatos dolga fog itt megvalósulni, egy csodálatos élet fog megszületni, és jó kezekben van. Én gratulálok a kórház és a szülészet minden dolgozójának, hiszen az az érték, ami ebben a szülészetben van, nem a falakban, nem a műszerekben, nem a berendezésben van, hanem az itt dolgozóknak, és az itt dolgozóknak én kívánok erőt, egészséget, és kívánom mindannyiunknak, hogy annyi munkájuk legyen, hogy alig győzzék, tehát minél több gyermeket, minél több karszagon megszülető gyermeket, hiszen jó dolog az, büszkeség számomra is, hogyha valakivel találkozok, és azt mondja, hogy karcagon születtem. Tehát mindenkinek jó egészséget, a szülészeten lévőknek pedig sok munkát kívánok. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Suba László urat, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont Észak-Alföldi Térségi Igazgatóság térségi igazgatóját, köszöntse a jelenlévőket! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A fenntartó Állami Egészségügyi Ellátóközpont térségi igazgatósága nevében és Gondos Miklós főigazgató úr nevében is, aki most más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, szeretettel üdvözlöm Önöket. Ahogyan képviselő úr is mondta, sok munkát kívánna a szülészetnek, hát 650 körüli átlagos éves szülésszámmal, azt hiszem, hogy ez megvan, és reméljük, hogy egyre többen fognak itt születni, hiszen Magyarország kormánya a különböző családbarát programjaival arra törekszik, hogy ez bekövetkezzen. Most 10 milliárd forintot szánt a kormány arra, hogy családbarát szülészet pályázatokat indítson el. Ebből az első pályázati fordulóban 6,4 milliárd forint lett kiosztva, amiből ugye miniszter úr mondta, hogy közel 55 millió volt, amit Karcagi Kórház elnyert, részben felújításra, részben fejlesztésre. És szeretném mondani, hogy ennek nincs vége, hiszen a maradék összeget, ami a 10 milliárdból hiányzik, a pályázat második fordulójában osztottuk ki, és ebből szintén újabb 20 millió forint körüli összeg lesz az, amit Karcagon ismét a további fejlesztésekre lehet fordítani. Én ennek jegyében kívánom azt, hogy egyre szebb és jobb legyen a karcagi szülészet, ahol a 650 szülésszám fölmenjen először 700-ra, majd a fölé, hogy Magyarországnak ne bevándorlókkal kelljen, hanem saját erőből kelljen pótolnia a lakosság számot és a majd szükségessé váló munkaerőt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Köszöntse a jelenlévőket! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kórházi dolgozók! Elérkezett a nagy nap, Karcag ismét gazdagabb lett. Gazdagabbak lettünk egy gyönyörű szülészettel, egy szülőszobával és egy anyaváróval. Ellentétben Fepkovács Sándor képviselő úrral én nekem nincsenek személyes élményeim, hiszen én nem itt e falak között születtem, hanem még a Madarasi úton, a régi szülészetem. És a két gyermekemnek sem itt adtam, itt látott napvilágot a két gyermekem, hiszen az egyik a János Kórházban, a másik pedig az Orvos Továbbképző Intézetben Budapesten születtek. Hatalmas a különbség, hogyha visszagondolok a régi körülményekre, és megláttam ezeket a fantasztikus körülményeket, amik itt fogadtak bennünket. Igen, akkor még nem volt apás szülés, akkor még elkülönítettek bennünket. És nem volt bejárás sem, teljesen váratlan körülmények közé érkeztünk. És bizony-bizony ez egy szülőnő számára megnehezíti az amúgy sem könnyű perceket.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Karceg egy ilyen létesítménnyel gyarapodott, hiszen nem mindegy, hogy egy anya milyen körülmények között szül, milyen kezekben van, milyen odaadó, szakszerű ápolást és gondoskodást kap, és milyen környezetben hozza világra a gyermekét. Legyen az akár, vagy akár az első, vagy akár a többedik gyermeke. Hiszen tudjuk, hogy a többedik, második, harmadik szülés mindig sokkal könnyebb. Az első mindig a legnehezebb. Nekünk azért volt a legnehezebb, mert egy teljesen idegen környezetben, és nem egy anyabarát, bababarát környezetben tudtuk ezt megtenni. Nagy kihívás volt ez akkor. Irigylem is azokat a hölgyeket, akik most, azokat az édesanyákat, akik most ilyen körülmények között fognak szülni, és én kívánom, hogy a fájdalmas perceket, hiszen a szülés nem egy fájdalommentes dolog, tudjuk nagyon jól, gazdagítsák, illetve könnyítsék meg nekik ezeket a nehéz órákat. Gratulálok a beruházáshoz, és kívánom, hogy minél több karcegi csemete lássa meg itt a napvilágot, és kívánom az itt dolgozóknak is, hogy könnyű, probléma, mentes szülések kerüljenek itt lebonyolításra, és kívánom azt, hogy ez a szülőszoba, illetve a hozzátartozó egységek minél jobb kihasználtságot kapjanak, és kívánom mindenkinek azt, hogy minél több gyermekáldásban legyen része. Az itt dolgozóknak további jó egészséget, munkájukhoz sok sikert, sok élményt kívánok, és minél gazdagabb gyermekáldást. Köszönöm szépen! Felkérem Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonyt tájékoztatásának megtartására. Köszönöm szépen! Én is nagy-nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a mai napra a meghívásunkat. Hát be kell vallanom őszintén, hogy mi házi berkekben 2019. decemberében már átadtuk ezt a családbarát szülészeti részleget, hiszen a megvalósítása a határidőnk tavaly december 31 volt, és így már vannak, akik tapasztalattal rendelkeznek ennek a használatában, mint ahogy majd láthatjuk, hogy a szülészeti osztályon is elfoglalták már a családbarát kórtermünket. Több helyen érintett ez a beruházás a fejlesztést, úgy az újszülött részlegen, eszközfejlesztéssel, mint ahogy a szülészetnőgyógyászati osztályon a kórterem átalakítással, és itt mögöttem, amit majd főorvos urat kérem meg a szakmai átadására, magával a szülőszobán az átalakítással, illetve az eszközfejlesztéssel. Úgy gondolom, hogy a 21. század megkívánja. Megkívánja az itt dolgozóktól a magasabb szintű képzettséget, a magasabb szintű eszközöknek a használatát, mert hogy nyilván ezek segítik az ő munkájukat, könnyítik az ő munkájukat, és hát könnyítik a várandósoknak a szülés folyamatát is, illetve hát a szülés utáni időt, amit még itt kell tölteni gyermekükkel a szülészeti osztályon. Ahogy ezt elmondta igazgató úr, valóban nagy-nagy öröm volt számunkra 2018-ban, mikor a magyar kormány úgy döntött, hogy a családbarát szülészetek kialakítására és fejlesztésére, a már meglévők fejlesztésére programot ír ki, és erre sikeresen pályázott az intézményünk, amit most átadunk, ez az első forduló. És valóban a második fordulóban is pályáztunk, mert hogy mindig vannak igények, és van továbbfejlesztési lehetőség, és így ebben az évben még megvalósíthatunk több kisebb eszköz mellett egy telemetriás CTG készülék beszerzését is, ami nagyon-nagyon hasznos lehet a várandós gondozás, illetve magán a szülés folyamatában. Úgy gondolom, hogy a folyamatos képzése is nagyon fontos az itt dolgozóknak, és éppen ezért ebben a második fordulóban mi pályáztunk képzésre is, ahova több kolléganőnk be is iratkozott már, tehát meg is kezdődtek ezek a képzések, részben várandós gondozás, részben szülésfelkészítő, részben pedig a szülés utáni képzések, hogy miket, hogyan kell a kismamákkal megtanítani, hogyha hazamennek, akkor önállóan is nyilván el tudják látni a kisgyermeket.
Én nagyon szépen köszönöm a mosztályom eddigi munkáját, és azt, hogy az is magáért beszél, nyilván a születésszám és az a szám is, hogy éves szinten azért Karcag kimagasló, hogyha megnézzük az ország szülészetnőgyógyászati osztályait az országos intézményekben. Mi a 25% alatt vagyunk a császármetszések arányában, és ezt próbáljuk tartani, és ezt még jobban csökkenteni azzal, hogy a természetes szülés segítő fejlesztéseket valósítunk meg. És úgy gondolom, hogy ez osztályvezető főorvosónak és az osztályon dolgozó minden egyes kolléganőnek köszönhető, hogy olyan fejlesztésekkel és mindig olyan ötletekkel jönnek elő, amik tovább viszik ennek az osztálynak a jó hírnevét, és az itt dolgozók szakmai felkészültségének a jó hírnevét. Nem véletlenül az elmúlt években több díjat is kapott maga az osztály és az osztályon dolgozók is, amihez ezúton is, utólag is még egyszer gratulálok, és a további munkátokhoz nagyon jó egészséget és nagyon sok szakmai sikert kívánok. Köszönöm. Felkérem dr. Farkas Béla osztályvezető főorvos urat, mutassa be a pályázaton megvalósultakat. Kedves vendégeink, kedves munkatársaim! Úgy érzem, hogy egy mérkőkőhöz érkeztünk, ugyanis többször elhangzott ez a fogalom, hogy családbarát szülészet. Mit értünk ezen a családbarát szülészet fogalmán? Egy olyan társadalmi és szakmai szemléletet, amely a gyermekszüléshez megad minden fizikális és lelki segítséget ahhoz, hogy ez a pozitív élményként csapódjon le a család minden egyes tagja részére. Hogyha mérkőfőhöz érkeztünk, akkor visszatekintve, hogy mi volt idáig, ugye adódik a kérdés, 1932-től van Karcagon egységes szülészeti ellátás. Ugyanis innentől kezdve volt szülőotthon, ami ott a mostani gimnázium mellett már az épület nincs meg, ugye akkori tiszti főorvos Kis Mihály kezdeményezésére. A Karcagváros környezetében nagy tanyatelepülések voltak, és elsősorban a tanyán élők szülésének a megkönnyítése véget hozták létre a szülőotthont. Majd 1949. október 1-től lett osztály. A kórházi osztály, a szülészetnőgyógyászati osztály tavaly október 1-én ünnepelte 70 éves fennállásának évfordulóját. Ugye ez gyakorlatilag egy szűk emberöltő, és most elérkeztünk ehhez a családbarát szülészethez, és több fogalommal is meg kell ismerkednünk. Az egyik a családbarát szülés. Mit jelent? A szülőnő egy nyitott, egyágyas szülőszobán a párjával együtt, a gyermek, és ami legtöbbször ugye a gyermek a apja, vagy édesanyja, vagy barátnője, háborítatlan körülmények között a normális, szokványos szülészeti eljárás mellett a számára legkedvezőbb szülészeti pozíció megválasztásával szülhet. A beruházás során két tényező szerepel szemünk előtt. Az egyik a biztonság növelése, a másik pedig a kényelmi, az otthonossátételnek a megvalósítása. A biztonság növelése eddig is biztonságosak voltunk, ugyanis el kell képzelni, hogyha itt bármi gond, probléma történik, gyakorlatilag egy zsilipajtó választ el bennünket a műtőtől, ahol a császármetszést időben el tudjuk végezni. Vagy a szülőszoba közepén elhelyezkedő újszülött ellátó rész gyakorlatilag maximálisan föl van szerelve. Ehhez kaptunk most egy olyan újszülött ellátó egységet, aminek külön betanítására volt szükség, mert annyira modern, hogy nem volt elég az, hogy most bekapcsoljuk, és akkor a melegítő, párnamelegítő itt van, a lélegeztető itt van, és stb. Ennek a betanításához külön szakemberek jöttek el hozzánk.
Elvileg nálunk koraszülés nem zajolhat le, de ezt nem mi határozzuk meg, mert lehet olyan, és van is olyan szituáció, amikor nincs időnk és módunk tovább küldeni a várandóst a felsőbb intézetbe, ezért az ő ellátásukra is fel kell készülnünk. Ehhez kaptunk egy kiváló újszülött légilegeztető készüléket, mi úgy nevezzük ezt a szakmába, hogy CPAP, pozitív nyomásos lélegeztetés azt jelenti. A magzat méhen belüli állapotának folyamatos monitorizálására is föl vagyunk készülve. Ehhez kaptunk különböző készülékeket, amit kardiotokográfnak hívjuk, a magzati szívhang rögzítésére alkalmas készülék, ugye, ami valójában a magzat pulzusát méri a két szív összehúzódás közötti eltelt időből egy perc átlagot számol, és ezt rajzolja ki a regisztrátumra, és ebből tudjuk ennek a regisztrátumnak a mienségéből, hogy van-e méhen belüli magzati veszélyállapot, vagy nincs, közbe kell avatkoznunk, vagy nem kell közbe avatkoznunk. A következő pályázat során egy olyan készüléket fogunk kapni, amelyről egy készülékről nyomon tudjuk követni az összes ilyen monitorizált szülőnőnek a szülését. Nagyjából ezek azok az eszközök, amik még hiányoztak és szükségesek voltak ahhoz, hogy a mindenki által elvárható és a maximális biztonságot tudjuk nyújtani. És a kényelmi viszonyok. Ehhez lett elkészítve az egyágyas szülőszoba, amiben különböző alternatív megoldásokra van lehetőség. Így például egy kárban vajúdás, vagy esetleg kárban szülésnek a lehetősége is megvan. A szülési szaknak, a tágulási szaknak a lerövidítésére, gyorsítására, illetve annak a elviselhetőbbé tételére vannak különböző eszközök. Így például a bordás valaminek a segítségével lehet nyújtani, támaszkodni, különböző pozitúrákat fölvenni, vagy egy hatalmas nagy labda, amire rá lehet ülni, és ellazul ezáltal a medencefenék izomzata, a fájdalomérzet csökken, és az izomzat ellazulásával a tágulási szakasz megrövidül. Mindezhez még szoktunk az utóbbi időben különböző kellemes zenéket is biztosítani, akár a vajúdás idejére, akár a szülés alatt, illetve a megszületendő újszülöttnek a igazi pozitív élményé való varázslásához. Itt is meg kell ismerkednünk egy fogalommal, az pedig az aranyóra fogalma. Ugye volt hír a karcagi televízióban is, hogy a karcagi szülészeten bevezették az aranyóra szülészeti ellátást, újszülött ellátást. Hát ez odáig ment, hogy ma már minden újszülött aranyóra. De, és hogy mi is ez az aranyóra? Ez egy a születést követően rögtön egy anya hasára tesszük az újszülöttet. A köldökellátás késői, úgynevezett nem késő fiziológiás köldökellátást, nem tesszük rá a csatot, nem zárjuk el azt a csapot, ami idáig az élet kialakulását, fenntartását, fejlődését szolgálta, hanem megvárjuk, míg a pulzáció magától megszűnik, és majd azt követően látjuk el a köldökzsinót. De mindvégig az anya hasán van az újszülött, a bőr-bőr kontaktus, a szemkontaktus kialakul, szinte percek alatt az újszülött mosolyog az édesanyjára. Nagyon megható látvány, és az apuka is oda hajol, és ő is simogatja az újszülöttjét. Természetesen, amikor császármetszés van, ez módosul abban, hogy az újszülöttet a kiemelés követően nincs líra, megszűnt, nem választjuk el a szülőnőt a műtéti területtől gyakorlatilag, az izoláció az megtörténik természetesen, de a kiemelés gyakorlatilag követi a szülés normális folyamatát, és azonnal oda tesszük az édesanyja mellé, az arcuk összeér,
és a köldökellátást követően viszont itt a szülőszobán az apukának a mellkasára helyezzük, és az apukával történik az aranyóra, ami a ugye, ha anyukával, akkor bőr-bőr kontaktusnak nevezzük, hogyha apukával, akkor ez bőr-szőrrel kontaktus jelenti. És nem várjuk ki viszont a módosítottunk azt egy óra hosszát, mert a császármetszés az sokkal hamarabb befejeződik, és ezért mikor végeztünk a császármetszéssel, akkor a család már együtt vonul ki a másik megvalósított beruházásunkba, a családi szobába. A családi szobába egy olyan körülményt biztosítunk, majd megnézzük azt is, ahol az édesanyja az újszülöttjével a nap 24 órájában ott lehet. Természetesen az újszülöttes dolgozók a megfelelő segítséget megadják és rendelkezhetnek vele, de ebbe a családi szobába van kihúzható fotelágy, ahol az apuka is ott lehet. Nem követelmény, hogy aztán onnan ki sem mozdulhat természetesen, de amikor ideje van, jöhet, vagy éppenséggel a nagymama is bejött, órákat eltölthet, és a kezébe vehet, és megszeretgetheti a gyermekét, illetve az unokáját. Ezek a beruházások valósultak meg, és ezeket a szemléleteket próbáljuk átvinni egyrészt a saját magunk munkatársaink felé és a társszakmák felé is, és hogy ez létrejöhetett, ehhez köszönöm szépen mindenkinek a segítségét és a lehetőséget, és azért vagyunk és azért leszünk az elkövetkező időszakban, hogy munkánkat ezen a elvárható színvonalon próbáljuk teljesíteni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és akkor nézzük meg valójában, hogy hogyan néz ki ez a szülőszoba.